Az ukrajnai tagfelvétel margójára csak annyit, ha nem lehet megállítani az uniós hülyeségvonatot, még mindig le lehet szállni róla. Már is kezdünk. Hiába! Megkezdi az EU a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Évértékelő. Putyin elárulta, mikor lesz béke Ukrajnában. Szorul a hurok. Házkutatás a 24.hu tulajdonosánál. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben ma este is megpróbáljuk megfejteni, vajon miért is olyan veszettül fontos Ukrajna express sebességű uniós csatlakoztatása. M. Kovács Róbert vagyok, és már is mutatom, kik a mai vendégeim, akikkel elsőként azt járjuk körül ma este, vajon miért nem vétózott ezügyben a magyar kormányfő. Ferenc Orsolya, aki szerint Orbán Viktor töretlenül optimista ember, aki órákon át próbálta meggyőzni 26 tagállam vezetőjét arról, hibás lépés, amit próbálnak elkövetni. Filip Dávid, aki biztos benne, hogy az uniós állampolgárok is egyetértenek Magyarországgal abban, jelenlegi állapotában Ukrajnának nincs helye az unióban. És Szabó László, aki elegáns lépésnek tartja, hogy Orbán Viktor nem vétózott, hanem hátralépett, mondván, Magyarország nem vesz részt ebben a rossz döntésben. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nos, a mostani uniós csúcs eddigi mérlege magyar részről egy vétó és egy távolmaradás a szavazástól, de akkor lássuk, hogy miért is történt mindez. Teljesen értelmetlen, irracionális és helytelen döntés ilyen körülmények között megkezdeni Ukrajnával a tárgyalásokat, és Magyarország nem is módosítja az álláspontját. Ellenben 26 másik ország ragaszkodott ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen. Ezért Magyarország úgy döntött, hogy ha 26-an így döntenek, menjenek a maguk útján, ebben a rossz döntésben nem kívánunk osztozni. Ezért Magyarország a döntéstől a mai napon távol maradt. Számolt be Orbán Viktor az eseményekről. Ugyanakkor itt nem ért véget az uniós csúcs, és Orbán Viktor megvétózta azt az 50 milliárd eurós csomagot, amelyet a költségvetés módosításával adtak volna Ukrajnának. Hogyan értékeljük ezt a kettős megnyilvánulást, hiszen ott is vétózhatott volna akár? Több szinten lehet kifejezni egy országnak az unióban az egyet nem értését. Ezek közül a legerősebb az a vétó. Tehát egész pontosan ugye egyhangú döntés szükséges bizonyos kérdésekben, és ha ez nincs meg, akkor az a döntés nem születik meg. Ez egy nagyon erős eszköz. Egyébként a bal liberálisok rendszerint, hogyha Magyarország fontolgatja ennek alkalmazását, akkor hát könnyek között sikoltoznak, hogy hát ki hallott már ilyet, holott ez benne van az Európai Uniónak a szabályai között, és más országok is szokták ezt időnként emlegetni, vagy alkalmazni. Itt azért több minden történt. Amikor Orbán Viktor vétózott, akkor közvetlenül Magyarország érdekét azonnal sértő dolgot akadályozott meg. Ez a dolga, ő magyar miniszterelnök, és Magyarország érdekeit kell képviselnie. A másik eset, amikor kivonult, az egy ennél enyhébb, lágyabb jelzés volt, ami azt jelentette, hogy ő nem vesz részt abban, amit a másik 26 ország elkövetni, megcsinálni, megcselekedni kíván, mert egész egyszerűen vállalhatatlannak tartja, de hozzáteszem, hogy előtte azért órákon át próbált érvelni, hiszen egy töretlen optimista emberről beszélünk, aki órákig próbálja győzködni a 26 társát arról, hogy ez miért rossz, amit ők készülnek elkövetni. És az biztos, hogy ez meglehetősen diplomatikus lépésnek is bizonyult, hiszen például Leo Varadkar, Írország miniszterelnöke, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy megköszönte, hogy Orbán Viktor nem vétózta meg Ukrajna csatlakozási kérelmét. Urak? Azért annyit szögezzünk le, hogy minden éppelméjű ember egyetért abban, merem ezt mondani, hogy Ukrajnának a jelen állapotában, és vélhetően, ha csak a fizikai távlatokat nézzük, a elkövetkezendő mondjuk fél évben biztosan nem lesz semmi keresni valója az Európai Unióban. Amennyiben lenne, az alapjaiban tenni semmissé az egész Európai Uniónak a létjogosultságát, onnantól kezdve tényleg át lehetne húzni, mert akkor bárki
bárki jöhetne, bejelentkezik egy röplapon, hogy én szeretnék tag lenni, másnap felveszik, és akkor innentől kezdve megszűnik az Európai Unió létjogosultsága. Viszont, ami ennél sokkal fontosabb, én ennél az eseménynél hívnám fel a figyelmét a kedves nézőknek, meg mindenkinek arra, hogy milyen ordító problémák vannak az Európai Uniós tagállamok szuverenitását illetően. Mert abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy az Európai Unió polgárai is egyetértenek velünk, amikor azt mondjuk, hogy jelen pillanatban Ukrajnának nincsen helye a jelen állapotában az Európai Unióban. Biztos vagyok benne, hogy ez az európai polgárok is így gondolják. Ennek ellenére azt látjuk, hogy valami oknál kifolyólag azoknak a tagállamoknak a vezetői, nyilván van rajtuk bőven médianyomás, külföldnyomás, nem merik azt meglépni. Nyilván van olyan, aki egyetért valami őrület miatt mégis azzal, hogy van helye, de mondom, ez szerintem klinikai eset, tehát aki ma nekem azt mondja az arcomba, hogy Ukrajnának jelen állapotában van helye az Unióban, az klinikai eset, de biztos láttuk ezt egyébként, hogy vannak olyan vezetők, akik ilyen-olyan csatornákon még ki is mondták azt, hogy ezt nem kéne, ez tényleg baromság, és főleg az, hogy még ilyen a gazdasági helyzetben még nem tudom hány ezer milliárd forintnak megfelelő összeget adjunk nekik a saját pénzünkbe, ez mind baromság, de hogy ami ennél rémisztőbb az az, hogy ha ezt tudják ők, és nem merik kimondani, nem mernek kiállni, mi vagyunk egyedül magyarok azok, akik felmerünk állni az asztaltól, majd visszamerünk jönni, és azt merjük mondani, hogy na most már tényleg fejezzétek be ezt az őrültséget, és ne akarjatok minket kizsebelni egy lerombolt, velei korrupt ország vezetésének a pénzelésével, az nagyon nagy probléma, és onnantól fel kell tenni a kérdést, hogy akkor végül is Európában mi és ki alapján hozzák meg ezeket a döntéseket, ki irányít a háttérben, kihez kell menni, hogyha az európai átlagember végre szeretné, hogy képviseljék. Egyébként azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye a NATO-ba egy háborúban álló ország nem léphet be. Az Európai Unióba is viszonylag problémás azért egy olyan országot beléptetni, amelynek nem tudjuk jelen pillanatban, hogy hol húzódnak a határai, és ráadásul egy olyan erős háborús pszichózis sújtja ezt az országot. Én most az adás felvétel előtt kameraman kollégák mutattak egy videót, nem tudtam lecsekkolni a hitelességét természetesen ennyi idő alatt, de egy kereckei lakossági fórumra állítólag besétált egy ukrán katona, szétdobált 3 kézigránátot és megölt egy embert. Tehát az, amikor ez történik a szomszédunkban, és egyszer csak azt mondjuk, hogy akkor a határellenőrzést is szüntessük meg ezzel az országgal kapcsolatban, akkor azért az eléggé rémisztő. Én az egész egy nagyon bonyolult mátrix, és szerintem érdemes óvatosan nézni, hogy mi történik, de nem érdemes, és érdemes szétválasztani a nem részt venni a szavazásban, meg a megvétózni az egyik döntést okát és körülményeit. A diplomáciában az egyik alapelv, amit legalábbis a multilaterális diplomáciában az egyik alapelv, amit ember emlékezet óta érdemes követni, az az, hogy sosem maradj egyedül. Sose kerülj abba a helyzetbe, hogy egy együttműködésre létrejött szervezetben ott maradsz egyedül. És a miniszterelnök megpróbálta a legvégsőkig a saját álláspontját érvényesíteni az Európai Tanácsban. Ezt az álláspontot láthatóan, érezhetően 26 másik tagállam nem fogadta el, és a miniszterelnök ekkor visszalépett egyet, és azt mondta, hogy rendben van, akkor ezt az alapelvet követem, én továbbra sem vagyok hajlandó megszavazni ezt a döntést, hiszen nem értek egyet vele, de nem akarok egyedül maradni, nem akarom azt a helyzetet előállítani, hogy utána rám lehessen verni ezt a dolgot. Ha ti ezt meg akarjátok szavazni, ám tegyétek meg, ebben én nem kívánok részt venni, és szerintem egy elegáns lépéssel nem megvétózta, hanem azt mondta, hogy akkor ebben mi nem veszünk részt, és így mindenkinek világos, hogy mi az álláspontunk. A vétózott költségvetés az egy másik logika, mert a vétózott költségvetés módosítás az meg arról szól, hogy mintha az Európai Unió azért akarná fölvenni Ukrajnát csak és kizárólag az Európai Unióban, mert háborúban áll és meg akarja védeni. Csak hogy az Európai Unió az nem egy katonai szövetség. Az Európai Unió az nem azért jött létre, hogy egy hadban álló, vagy éppen most ez a helyzet állt elő, hogy egy európai ország háborúban áll, hogy ezt a háborút, ezt finanszírozza, vagy ennek a háborúnak a tovább égését, vagy kiterjeszkedését finanszírozza. És ez a pénz, ami most Ukrajnának menni
akart volna, ez a pénz ez csak tovább eszkalálta volna a háborút. És szerintem erre kellett azt mondani, miután ez egész egyszerűen az Európai Unió működésének az alapelve beütközik, hogy de hát ezt nem csinálhatjuk meg, hiszen ez nem az, amire létrejött annak idején az Európai Unió. Tehát itt a vétóban érdekes módon Orbán Viktor volt az, aki a leginkább az Európai Unió létrejöttének alapelveit tartotta tiszteletben. Ír miniszterelnök, hagyjuk, az ír miniszterelnök az persze azt mondta, hogy talán azért megdicsérni nem dicsérte meg Orbán Viktort, azt mondta, hogy tiszteli az álláspontját. Hát ez kéne legyen az alapvető norma. Igen, hát ez az alapvető. Hát ő legalább tiszteli az álláspontját, én a nyakam teszem rá, hogy a következő napokban attól lesz hangos a baloldali sajtó, hogy mi csatát vesztettünk majd Brüsszelben, de azért ezt tegyük hozzá, hogy nyilván Európai Uniós csatlakozási folyamat az egy valóban hosszú folyamat, és itt a magyar érdekeket, amelyeket mondjuk érvényesíteni kell azzal szemben, azt azért még, erre még sok lehetőségünk lesz, gondoljunk csak az agrártámogatásokra, a különböző kétoldalú megállapodásokra. Szerintetek mik lesznek itt a sarkalatos pontok, amik még vitát gerjeszthetnek? Lesz még lehetőség, persze, de azért nyilván az lett volna a legjobb, hogyha az unió tagállamai a tényleges érdeküket és az Európai Unió tényleges érdekét engedték volna, merték volna érvényre jutni. Merték volna engedni érvényre jutni. És ez nem történt meg. Magyarország kivételével az összes többiek, és itt most lehetne vájkálni, hogy mik az okai ennek, de azért eléggé nyilvánvaló, hogy azért itt ez egy nagyon erősen, tendenciózusan egy irányba terelt véleményegység volt, hogy miért így döntöttek a többiek. Az ír miniszterelnök az annyit fűznék hozzá, hogy azért a belgánál felüdítőbb, aki képes volt belemondani a kamerába egy másik uniós ország miniszterelnökéről, hogy szerinte a véleménye velő egyedül maradt, ugye, mint a magyar miniszterelnök, úgyhogy fogja be a pofáját, ugye ezt hozta le a sajtó. Én ezt olyan elképesztőnek tartom, hogy ilyen stílusban kommunikálhatnak emberek miniszterelnökként az Unióban egymásról, és utána azt merik mondani, hogy ők bármiféle jogállami és demokrácia etalonként ők lennének a zsinórmérték, ez vérlázító. Lefordíthatjuk egyébként hétköznapi nyelvre ezt a mostani történést akár úgy is, hogy maga a csatlakozási tárgyalás megkezdése ebben a formában egy ideológiai döntés volt, és végül is a magyar kormányfő azt mondta, hogy jó, hát ha hülyék vagytok, akkor játszatok magatokba, már bocsánat a kifejezésért, de egyébként pedig, amikor arról van szó, hogy pénz, jogszabály, akkor meg majd jövünk és azért elmondjuk a véleményünket? Sőt, igazából én emelném a tétet ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez egy bohózat is valahol, ahol most éppen próbálják elkenni azt a kakit, amit csináltak, mert csatavesztés szót említetted, hát azért ne felejtsük már el, hogy ha valakik, akkor a brüsszeli vezetők már a nulladik ponton elveszítettek egy csatát, azzal, hogy ők közvetetten eldöntötték, hogy bele sodorják az Európai Uniót ebbe a háborúba. Mert igenis egy rakás pénzt küldtek, egy rakás fegyvert küldtek a különböző tagállamokon keresztül, és bizony, azt mindenki mondta nekik a legelejétől kezdve, hogy ha ebbe belecsatlakoznak, ez biztos, hogy ebbe a formában egy vesztes csata lesz. És ezzel ugye nekik ma el kellene számolnia. Mert az átlag európai polgár megkérdezi, hogy akkor most végül is miért is emeltétek meg a rezsiárakat, miért ment fel a gáznak, meg a elektromos áramnak is az egekbe az ára, mondjuk egy német. Hogy most végül is miért is van az, hogy én munkanélküli lettem, mert kihúzott Amerikába, szintén a magas energiárak, a brüsszeli szankciók miatt a cég, amelyik alkalmazott, szintén egy német mondjuk megkérdezheti ezt, meg megkérdezi azt, hogy akkor mi volt ez az egész ilyen háborús eufória, amiben ti éltettek minket egy lassan egy éve, és azon kell remegnünk, reszketnünk, hogy akkor tényleg mikor rugdaltok bele minket olyan szinte, hogy megkapjuk a sorozó levelet? Mert ugye erre már válasz nincsen. Tehát, hogy arról volt szó, hogy jönnek a szankciók, meg küldjük a fegyvert, meg a pénzt, meg minden számolatlan a Ukrajnának, úgyhogy senki az ég agyat a világon rá se nézett, hogy amúgy ez hova megy, mire költik, valóban jó helyre megye, senkit nem érdekelt. És az volt mondva, hogy de semmi baj, európaiak tartsatok ki, mert majd a csúnya oroszokat legyőzzük, és akkor egyébként nem mondta el senki, hogy ha legyőznénk is, hogy mi lenne utána, de most meg itt vagyunk, hogy látjuk, hogy ebből semmi nem valósult meg, rengeteg pénzt elszórtunk, rengeteg élettel játszottak azok a brüsszeli vezetők, akiket ezt a háborút az utolsókig még a mai napig tolják ki, hogy még egy halott, és még egy, és hát ha lesz majd valami, és közben mocskosul átverték az európai embereket, és ezzel nem akarnak és nem is tudnak most elszámolni. Erről szól igazából ez a bábszín.
Egy percet, vagy egy fél percet adjatok még, kérlek, mert még két szempontot hagy hozzak ide. Az egyik az az, hogy azért azt is tartsuk szem előtt, hogy ezen az európai csúcson most nem csak az ukrán csatlakozásról, hanem a moldávról, a bosnyákról, meg a georgiairól is szó volt, és nem tudhatjuk a részleteit annak, hogy azok a diplomáciai egyeztetések, amik ott zajlottak, azok hogy érintették egyébként ezt a másik három országot, amelynek a csatlakozásával, meg egyéb, vagy legalábbis a csatlakozási tárgyalásával meg egyetértünk, tehát ez biztos egy nagyon összetett helyzet volt, és ezt nyilván a miniszterelnöknek mérlegelnie kellett akkor, amikor meg, vagy ezt is. A másik dolog meg az, ami ez a 60 milliárd euró, amit ha megszavaz majd egyszer, ha mégiscsak úgy alakul, reméljük, hogy ezt mi meg tudjuk vétózni, ez elég a háborúban. Ezt kilövik a tankok csövein, ebből emberek halnak meg, ebből a 60 milliárd euróból. Ezt mondja egyébként, hogy ezt tegyük a 2012-ben Békel Nobel-díjjal kitüntetett Európai Unió. Gratulálok. Folytassuk a háborús felek közül a másik oldallal, mert hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök most először tartott a háború kitörése óta nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol egyébként Orbán Viktor is szóba került. Lássuk, hogyan. Vlagyimir Putyin ismételten bejelentette, hogy jövő év márciusában újraindul az elnökválasztáson, és 2030-ig szeretné betölteni a pozíciót. Kiemelt célnak nevezte Oroszország szuverenitásának megerősítését. Akkor jön el a béke, ha elértük a céljainkat, ami továbbra is Ukrajna nácitlanítása és demilitarizálása. Nemzeti hősük egy jól ismert náci figura, jelentette ki az orosz elnök. Putyin szerint Orbán Viktor, aki ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, nem orosz barát politikus, hanem Magyarország nemzeti érdekeit védi az unió más vezetőivel szemben. Ahogy szokták mondani, dicsérjen meg téged a Putyin, mert hogy szerintem ez a nyugati liberálisoknak ez a vélemény, ez csak olaj lesz a tűzre. Hát igen, de azért... Attól még, hogy úgy tesznek a nyugati hatalmak, hogy ha Putyin bármit mond, azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, akkor ezt már valami szörnyű, szélsőséges mondatnak állítják be. Attól még Putyin egy teljesen érthető nyelven elmondott helyzetértékelést mondott a nyilvánosságnak. És az mindig az emberben egy ilyen mosolygást vált ki, hogy ugye állandóan azt hallgatjuk, hogy Orbán Viktor el van szigetelve, meg egyébként is a kis ország, hát ezek kik ezek itt. És hát valahogy mégiscsak azt látjuk, hogy méretünknél azért nagyobb hatást gyakorlunk a világpolitikára, és Orbán Viktor is, tehát most már lassan tényleg nem tud egy nagyobb formátumú nemzetközi vezető bármelyik országban úgy érdemben mondani valamit, hogyha legalább egyszer bele kell tennie ahhoz Orbán Viktor nevét, vagy valamelyik mondatát idézve bármilyen kontextusban, hogy tényleg figyeljenek rá, legyen kattintásszám. Egyébként egy picit visszakaranyarodva az előző témánkra is ezzel, azért az, amikor Putyin lenácizza az ukrán vezetést, annak azért vannak alapjai, lássuk be, tehát hogy ennek, erre azért láttunk számos bizonyítékot az elmúlt években. Úgy tűnik azért, hogy a Brüsszelt ez sem nagyon zavarta a tagfelvételben. Én nem akarok minden ilyen szavadba belekapaszkodni, de ha már mondtad, hogy olaj a tűzre, akkor először is szögezzük már le, hogy örüljünk, hogy van olaj. Mert azért az egy fontos szempont szerintem, tehát ugye a nulladik kiinduló pont már az elején is az volt, hogy senki ne várja már el azért egy normális, a nemzet érdekeit maga előtt tartó vagy viselő a vezetőtől azt, hogy egyik napról a másikra bármilyen okból kifolyólag azt mondja annak az országnak a vezetőinek, aki egyébként nagyban felelős azért, hogy mi itt télen ne fagyjunk meg és legyen üzemanyaga az autóinkban, el tudja jutni a szállítmány A-ból B-be, mindenkinek legyen étel az asztalán, stb., mert bizony a logisztika felelős ezért. Az egyik napról a másikra azt mondja, hogy Putyin takarodta a fenébe, és nekünk nem kell semmilyen energia, majd megoldjuk valahogy, mert akik ezt kimondták, hát azok se tudták betartani, könyörgöm. Tehát most komolyan azért kell támadni egy politikust, mert volt gerince, és pontosan azt mondta, amit aztán képviselni bírt és tudott. Mert hogy itt semmi más nem történt. Volt egy reális meglátása a miniszterelnökünknek, hogy Magyarországnak bizony a gázra és az olajra szüksége van. Ezért nem lehet olyan formán harciaskodni, hogy bedúzzogva, mint egy óvodás kisgyerek, azt mondjuk, hogy te csúnya vagy, tőled nekem nem kell semmi, mert bizony emberek milliói várják, hogy az a gáz az eljusson majd télen a fűtőtesteikbe, és ne fagyjanak meg,
legyen fűtésük, és erre jön még rá, mondom, az augusztustalan képmutatás, hogy azok az összes többi politikus is innentől kezdve, érdekes, hogy még egyáltalán ezeknek a politikusoknak van szerepük a nemzetközi téren, és nem lettek leforgácsolva, akik az amerikai baloldaltól, a német baloldalon át, az összes ilyen balos, megmondó brüsszeli bábon keresztül, akik mondták, hogy Európa meg lesz orosz energiahordozó nélkül, meg ez a szankció, ez minket nem fog megviselni, mindent megoldunk, majd egyre sorra jönnek ki a kimutatások, hogy rekordmagas volt az import, amit behoztak maguknak, nyersanyagot, különböző, itt legyen szó akár az amerikaiaknál az orosz urán esetében, legyen szó a németek esetében az orosz energiahordozó, esetében. Tehát egy óriási átverést látunk megint, és ezek a politikusok, akikről ma már papírjuk van róla, hogy ezt az átverésbe részt vettek, nemhogy kussolnának, és tényleg behúznák fülük farkukat azok után, hogy leleplezték őket, hanem még van képük mást azzal támadni, hogy mondom, nem engedte, hogy az országa összeomoljon azért, mert most éppen az lett volna a brüsszeli divat, hogy valakire nagyon-nagyon mérgesek vagyunk. Hát egyébként szerintem az elkövetkezendő években a tagállami választásokon meg fogjuk tudni, hogy a választópolgárok mennyire hiszik el azt, hogy az átcímkézett orosz olaj, annak az ára mondjuk nem az orosz tankokba áramlik lövedékként. Ja, úgy kezdtétek ezt a bejátszásnak a szövegét, meg talán a interneten megjelent hírek is így kezdődtek, hogy Putyin megmondta, hogy mikor lesz vége a háborúnak. Te jól értem, pont azt mondta meg, hogy nem lesz vége a háborúnak. Ugye egy világos üzenetet küldött, azt mondta, két világos üzenetet küldött, egyrészt azt mondta, hogy ő az orosz érdekek mentén gondolkodik. És az orosz érdekek abban a globális helyzetben, amiben vannak, ahol Oroszországot egy Oroszország részben geopolitikai okokból, részben gazdasági okokból ma háborúban áll a többi világhatalommal, és Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió, ebben a helyzetben ő az utolsó köröm szakadtáig védeni fogja az orosz érdekeket. Erről ezt világosan mondta, és egyébként meg azt mondta, ha már a választásokról van szó, hogy el fog indulni a 2024-es elnökválasztáson, a 2024-es elnökválasztási sikeremet pedig az fogja megalapozni, vagy az is meg fogja alapozni, hogy ezért az orosz érdekekért kiállva folytatom az Ukrajna nácitlanítása érdekében folytatott háborút. Tiszta helyzet, ő világosan beszélt. Ne lepődjünk meg ezek után, hogy azt a politikát fogja folytatni, amit eddig csinált. Lehet ezt nem szeretni, lehet ezzel kritikusnak lenni, sok mindent lehet, de nem elfogadni, hogy Moszkvából nézni, és így néznek ki az orosz érdekek, hát az nem tudom, hát az valami teljes félreértése annak, hogy hogyan működik a világ, meg hogyan működik a világban az erők csatája. Hát azt nem tudom, hogy a választásokon valójában mennyire fog majd kiderülni, hogy már a nyugat-európai választásokon, hogy ez az ideológiai alapú jó emberkedő politika, ezt megették-e tulajdonképpen a választók, de szerintem azért most már egyre több helyen rájönnek, hogy ennek azért olyan nagyon nincs jövője, mert úgy tűnik, hogy a Hamas melletti tüntetéseknek helyet adó Németország és Hollandia, az tulajdonképpen azt érte el ezzel, hogy már is felkerültek a terrorszervezet célpont listájára. Lássuk. Nemzetközi akció során Németországban és Hollandiában fogták el a Hamász négy tagját, akik Berlinben terveztek terrortámadást végrehajtani, elsősorban zsidó intézmények ellen. A rendőrség bejelentése alapján hárman föld alatti raktárakat kerestek, ahová korábban a fegyvereiket rejtették, ezeket akarták a német fővárosba szállítani. Amennyiben igazak a hatóságok információi, ez az első alkalom, hogy a Hamász európai zsidó intézmények elleni terrortámadásra készült. Most még sikerült megvédeni a németországi, vagy a hollandiai, vagy a franciaországi, vagy a belgiumi zsidóságot, de ha legközelebb ez nem jön össze, akkor a helyi törvényhozók, döntéshozók, azok hogy fognak elszámolni a lelki ismeretükkel, amiért ellenőrizetlenül engedték be Európába a zsidóság kibékíthetetlen és helyenként rendkívül szélsőséges ősellenségét? Hát, hogyha lenne lelki ismeretük, már régen furdalnia kellene őket, és már régen el kéne vele számoljanak, hiszen ez a fajta kívülről idehozott elárasztással ide terelt embertömeg, akiket
személyazonosítás nélkül, válogatás nélkül engednek be Európába, ez már évek, sőt bizonyos országok tekintetében évtizedek óta tart. És nem az a meglepő, hogy most ez történt, hanem az, hogy ezen miért csodálkozik még bárki. Hát tele van iszlamista terroristákkal Nyugat-Európa, a Bataclan ügytől elkezdve a most a legutóbb, amikor a svéd szurkolókat, illetve a francia tanárt mészárolta le szélsőséges iszlamista terrorista, akkor is lehetett látni ez a dolog egyik része, a másik viszont, ami még undorítóbb, hogy ezekkel az emberekkel és ezekkel az ide importált problémákkal és konfliktusokkal, amik már otthon, az eredeti hazájukban is óriási békétlenséget szültek ezek a problémák, ezek a megjelentek újra, azok az antiszemita jelenségek tömegével Nyugat-Európa országaiban és városaiban, ami a második világháború vége óta nem fordult elő Európában. Ez a vérlázító. Rök. Én is azzal akartam kezdeni, mivel te kezdted, hogy hála Istennek ezt most sikerült megfogni. De hát hány ilyen van ma Európában? Sok tucatnyi olyan rejtés, fedésben, illegalitásban működő terrorszervezeti kis csoport van, aki ilyenekre készül. És aztán ezeket vagy megfogják, vagy nem, vagy sikerül őket leleplezni, vagy nem, de hát ezek az emberek, akik ezeket tervezik, ezek itt vannak. Hát ezek itt vannak azóta, amióta a migrációs áradat megindult. Itt vannak szépen elrejtve fedésben, és aztán majd gomnyomásra életre kelnek, és végrehajtják azokat a terrorcselekményeket, amiket szépen megtervezgettek már egyébként az elmúlt években, amióta itt élnek nyugat-európai városokban. Hát ez ugyanolyan, mint 2001-ben az ikertornyok elleni támadás. Hát az is szépen addig tervezgették, addig rakták össze, amíg azt éppen nem sikerült megfogni. Én csak nagyon remélem azt, hogy nem volt túlzottan optimista az a becslésed, amikor azt mondtad, hogy több tucatnyi, és nem esetleg arról van szó, hogy több száz. Bocsánat, az a helyzet, hogy október végén az egyik terrorszervezetnek, az Iszlám Államnak egy már nem élő, de egyébként akkoriban aktív vezetője, hál' Istennek ezt az embert sikerült likvidálni, régebben közzétett egy videót, amiben arra biztatta az európai muszlimokat, hogy kezdjenek el terrortámadásokat szervezni Európában, és most az egyik ilyen nagyon híres média oldal, ami ezzel foglalkozik, hogy ezeknek a terror szervezeteknek nyújt felületet gyakorlatilag, közzétette ismét ezt a videót, mondom, október végén, és hát könyörgöm, látjuk az eredményt. Brüsszelből, de még a balos kormányok által vezetett országokból sem képesek megvédeni a saját lakosságukat. Csak az elmúlt hónapokban késeltek Kölnben, Helmstedtben, Párizsban, lefújták a karácsonyi vásárokat, vagy 3-4 helyen körülbelül bombatámadás, vagy bombafenyegetettség miatt, terrorakció szervezése miatt, tehát hogy folyamatosak a terrorcselekmények, folyamatosak a támadások, és mind a mai napig, ha valaki megnézi, egy tucat felvétel van róla, komolyan az ember esze megáll, amikor ezeket látja, fent vannak a Dávid csillagok a zsidók által lakott lakásokon, Németországban, Berlinben, Münchenben, különböző nagy német városokban, mint a 40-es években. A zsidóboltokat megtámadják, etc. Nem tudják megvédeni az európaiakat, annak ellenére sem, hogy kizárólag az ő felelősségük az ő bevándorlás politikájuk okozta az, hogy itt tart ma Európa. Végszóként csak annyit tudnék mondani, hogy Magyarország nem lesz migráns ország, szerencsére ebben azt gondolom megnyugodhatunk. Ennyi időnk jutott a témák feldolgozására. Az első részben most tartunk egy pár perces szünetet, utána visszavárjuk nézőinket, hasonlóan izgalmas témákkal, mutatjuk, hogy melyek ezek. Szorul a hurok. Házkutatás a 24.hu tulajdonosánál. Beismerés. Üres kasszával vág neki a főváros a 2024-es évnek. Szorul a hurok. Házkutatás a 24.hu tulajdonosánál. Beismerés. Üres kasszával vág neki a főváros a 2024-es évnek.
Jó estét, folytatódik a vezércikk Ferenc Orsolyával, Szabó Lászlóval és Filip Dáviddal. Beszéltünk már arról itt ebben a stúdióban is, hogy komoly bűncselekménnyel gyanúsították meg a hatóságok az úgynevezett független objektív sajtó, rövidítve FOS egyik mogulját, a 24.hu-t is tulajdonló Varga Zoltánt és társait. Hát tegnap körül is néztek nála a hatóságok. Lássuk. Több helyszínre is kiszállt, majd házkutatást tartott, és bizonyítékokat foglalt le a NAV abban a büntetőeljárásban, amelynek egyik érintettje Varga Zoltán baloldali média mogul. Ismert a 24.hu tulajdonosát és két társát, tavaly különösen jelentős, azaz 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és hűtlen kezeléssel gyanúsították meg. Miután az adóhatóság azt feltételezi, hogy a korábban Vargához köthető, lényegében uniós pénzből megalapított Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek pár évvel ezelőtti eladásával kár érhette az Európai Unió költségvetését. Ez ugye még nem igazolja a delikvens bűnösségét, de mondjuk a gyanúsításhoz és a házkutatáshoz azért viszonylag már egy alapos gyanú szükséges, hogy elrendeljék. Emlékeztek ugye, hogy Bige László nagyon komolyan támogatta a baloldalt, ugye neki azért súlyos ügyek vannak a számláján, és ugye arról beszélgettünk itt sokszor, hogy vajon abban bízott-e, hogyha nyer a baloldal a választások után, akkor majd kirángatják ezekből az eljárásokból. Hát azért a baloldali sajtóban Varga Zoltánék is elég rendesen tették a baloldal alá a lovat. Nem lehet, hogy itt is volt valamilyen elképzelés? Hogy... Hát inkább én abban annak a romantikájában gyönyörködöm, hogy megállás nélkül most már évek óta azt mantrázza Brüsszel, hogy az Európai Unió költségvetésének a sérelmét okozhatja itt Magyarország, hogyha megkapja az Európai Uniós pénzeket, és az az Európai Unió költségvetésének kárt okoz, és így tovább. Majd egyszer csak hip-hop, itt van előttünk ez az ügy, ahol a gyanúsítás legalábbis már azt tartalmaz, hogy egyébként a Brüsszel által dédelgetett, ajnározott baloldalhoz köthető alakok esetében merül ez fel, tehát olyanért csuklóztatják a magyar kormányt, amit pont az itt lévő ellenzékének a holdudvara követhetett a gyanúsítás szerint el, ugye nem tudhatjuk, hogy ez így van-e, és hát akkor utána az ember mégiscsak úgy rájön arra, hogy hát biztos, hogy semmi zsarolás nem volt abban, hogy eddig nem kaptuk meg a forrásokat, majd hirtelen hip-hop egy pillanat alatt feloldják az első tételt ugye Brüsszelben, amikor politikailag számukra ez indokolt. Egyébként nagyon érdekes, mert most hirtelen jutott eszembe, hogy így az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos visszaélésre volt itt egy másik példa is, hiszen Cseh Katalin családi nyomdája az ugye hasonló megítélés alá esik, és érdekes módon mégis ő az, aki egyébként ugye nap mint nap azon küzd, hogy az Európai Uniós pénzeket még véletlenül sem a kormányon keresztül kellene Magyarországra hozni. Nem tudom, hogy kire gondol, hogy kin keresztül kellene, láthatóan náluk van ennek helye. Azért valahol annyira tragikomikus, és nem akarok párhuzamot vonni az ukrán vezetéssel, de mégiscsak muszáj lesz, hogy egy borzasztó nagy nyomás van rajtuk, azt mondják ugye a balosok itthon, hogy nehéz helyzetben vannak, és hogy nekik mennyire komolyan kell gazdálkodniuk, hogy valami kommunikációt, vagy bármilyen politikai tényállást fel tudjanak itt mutatni, és közben meg mindezek ellenére arra mindig marad egy picit, tehát világ összes pénze nem lenne elég nekik, amit külföldről kapnak, hogy ne tudjanak belőle lopni. Tehát mindig, és azért mondom, azért hoztam például ugye az ukrán vezetést, mert ott is valóban az átlag ukrán ember, meg maga az ország borzalmas helyzetben van, és valóban valószínű szüksége lett volna azokra a támogatásokra, hogyha az oligarchák nem lopják egyébként szét az országot. És ugyanez a helyzet a baloldalnál is, hogy nyilván a gazdáik nem azért küldik azt a támogatást, hogy szép kis luxus házakat vegyenek belőle, hanem azért, hogy mutassatok már politikailag valami értékelőt, meg kell buktatni a jobboldali kormányt. Ezzel erre kapják a pénzt. És ehhez képest mindig az a vége, hogy szétlopják az egészet. Hihetetlen. Hát nem nagyon tudok hozzá tenni, ez mindent elmondtatok. Nyilván azt persze, ez egy rendőrségi eljárás egyelőre, meg talán még ügyészségi szakban sincs, nem is tudom. Tehát nyilván itt majd a végén érdemes konklúziókat levonni, de hát nyilván közben megolvassuk a híreket, tehát látjuk, hogy azért itt nagyjából mit feltételez a rendőrség. Hát igazából, igen, amint az Orsi mond, azért az nagyon igaz, hogy
Szóval, hogy ilyen történetek után csodálkozunk, hogy az emberek szkeptikusak az Európai Unióval kapcsolatosan? Tehát, hogy hát szóval azért nehéz. És akkor még Eva Kailit nem is, mert Tarabellát nem is. Igen. Lenne olyan terület, ahol egyébként még lehetnének egy kicsit szkeptikusabbak az emberek, szerintem ez a főváros, mert hogy most, hogy elfogadták a jövő évi költségvetést, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok során kiderült, hogy annyira kiürítették Karácsony Gergelyék Budapest bankszámláját, hogy ugye, ha jól emlékszem, 214 milliárdos tartalékkal hagyta azt ott Tarlós István, ehhez képest most mínusz 5,4 milliárdon áll a szaldó. Ez azért teljesítmény. Kis Ambrus főpolgármester helyettes korábban közölte, nem szorongós típus, de egy szerda reggel mínusz 5,4 milliárd forint volt Budapest számláján. Karácsony Gergely helyettese aztán az ATV Egyenes Beszéd című műsorában megrendítő beismerést tett. Az adás egy pontján a műsorvezető úgy összegzett: jó, üres kasszával megyünk 2024-nek mi budapestiek ezek szerint. Kis Ambrus erre azt válaszolta, így van. Hát ha azt mondjuk, hogy a napi bevételeket elviszik a napi költségek, akkor mondhatjuk viszont nyugodtan azt, hogy az elmúlt 4 év alatt körülbelül 220 milliárdot viszont sikerült eltapsolni a budapesti vezetésnek, ami azért tényleg nagy teljesítmény úgy, hogy egyébként semmiféle olyan beruházás nem valósult meg, amelyet csak ők finanszíroztak volna. Nagyjából, amit a fővárosban átadtak, az szinte minden vagy állami, vagy közös finanszírozású beruházás. Amit ők beruházásként végrehajtottak, ahhoz nagyjából egyébként egy vödör sárga festék, vagy néhány műanyag karó is elegendő volt. Tehát így meg aztán különösen tényleg nagy teljesítmény ennyi pénzt eltapsolni. Hát az a helyzet, hogy nem is volt a céljuk ennek a városnak a rendezett üzemeltetése, a fejlesztése. Ez a város egy ennél sokkal többet és jobbat érdemlő, egyébként gyönyörű, szép és nagyon jó adottságokkal rendelkező világváros. Nem az volt a cél, Feri megmondta, hogy mi a cél. Az a cél, hogy be kell állítani a kormány ellen és az Orbán Viktor és a Fidesz és az Orbán kormány elleni háborúba, amit az ellenzék permanensen folytat. A várost, a Budapestet, és Karácsony erre hajlandó volt, és ennek vissza a levét mindenki, aki Budapesten él, meg azok is, akiknek valami dolguk van Budapesten. Egyébként nekem még az is eszembe jutott, hogy néhány hete ugye újra megerősítette, hogy indul a főpolgármesteri posztért, meg hogy ő lesz ilyen közös jelölt, meg nem tudom. Bocsánat, de hogy van pofája ehhez? Tehát 214 milliárd pluszból csinált 5,4 milliárd mínuszt. Nekem ebből a hírből az tetszett a legjobban, hogy a főpolgármester helyettes nem szorongós típus. Ez engem megnyugtat, hogy nem egy szorongós legalább típus, nem. Legalább nem az. De bal oldalon azért hozzászokták, hogy eladósítják magukat. Igen, ez jó hír, hogy nem szorongós típus. Én nem a fővárosban élek, de hát itt dolgozom, itt járok, kelek, itt intézem az ügyeimet. Nem örülnék, ha egy szorongós típusú főpolgármester helyettes, mert most megnyugodtam, hogy nem szorong a főpolgármester helyettes. Szerintem a helyzet az, hogy ez a történet, most hogy mondjak ilyen határozottat, vagy ez nem igaz. A fővárosi önkormányzat, amelynek ugye adóbevételei vannak, a cégeinek vannak bevételei, aminek egy részét a tulajdonosának adja tovább, az nem tud ilyen helyzetbe hozni. Ez egyszerűen így nem, nincs így. Ez egy politikai akció, ez semmi más. Ez arról szól, hogy azt építgeti a főváros vezetése, mint politikai aktorok hosszú-hosszú évek óta, gyakorlatilag a megválasztása óta, hogy Budapest az azért, a Budapesten azért nem lehet semmit csinálni, mert ők sanyargatva vannak. Ez egy sanyargatás, ez a sanyargatás projektnek egy következő lépése. Azért nem tudtak megvalósítani egy csomó dolgot, mert őket bántja a kormány, bántja mindenki, a 4 évszak, és mindenki az ellenük van, meg az egész világ, és hát természetesen leginkább, ahogy mondtam, a kormány. Nem kell ezt elhinni. Tessék szíves lenni üzemeltetni a várost, tessék szíves lenni megtalálni ennek a módját, és legfőképpen ne szorongani. Kérdezted, hogy hogy van pofája ehhez, és eszembe jutott egy párhuzam, a New Yorki olasz maffiának volt egy családfője, a John Gotti, akit Teflon Donnak is neveztek, mert hogy ugye egy olyan egzotikus fickó volt, aki annak ellenére, hogy egy maffia családnak a vezére volt, elég aktívan szerepelt a sajtóban, szeretett nyilatkozni, és úgy működött, mintha egy ilyen polgármester lett volna, annak érezte magát. Nem igazán érdekelt, hogy embereket ölnek meg a parancsára, meg hogy csak illegális tevékenységből szerzi a pénzét,
És hát az a helyzet, hogy azért volt ilyen, mert a mögött álló emberek meg voltak elégedve a munkájával. Tehát lehet, hogy ő közben a BTK-ba illő dolgokat hajtott végre, és azért hozom ezt párhuzamnak, mert Karácsony jelenségét is csak úgy tudjuk megérteni, hogyha látjuk azt, hogy vele mi a célja Gyurcsányéknak. Tehát az, hogy Karácsony a budapestieket kizsebeli azzal, hogy mínuszba teszi a kasszát, az, hogy Karácsony semmilyen értelmezhető fejlesztést nem tudott végrehajtani, az, hogy egyébként Karácsony kaotikussá tette a budapesti közlekedést, a semmit nem számít az ő megítélésében, és hogy Karácsony nem a budapestieknek akar elszámolni, hanem Gyurcsánynak, és Gyurcsánynak el tud számolni, mert a Gyurcsány emberek vastagon megszedik magukat, amíg ő itt Budapesten bohóckodik, és ezért Karácsonynak biztosított az újrázása. Tehát Gyurcsány azért engedte meg Karácsonynak, hogy induljon egyedül a pályán és versenyezzen, mert jól végzi azt a dolgát, amit Gyurcsány kiadott neki. Tehát, hogy a budapestieknek meg közben mi a meglátásuk, ők hogyan érzik maguknak, édes mindegy, nem érdekli. Egy dolgot lehet tenni a budapestieknek, elzavarni ezt a szerencsétlen balféket egy életre. És erre jövő június 4-én lehetőségük is lesz. 9. Még van néhány... Június 9-én. Bocsánat, június 9-én. Van még néhány percünk, szerintem még egy pár mondatot váltsunk erről a témáról, mert hogy az Európai Unió mindeközben tovább erőlteti, hogy hazánk is egyenlő jogokat adjon a úgynevezett szivárvány családoknak. Lássuk, hogy most éppen milyen trükköt találtak ki erre. Az elfogadott dokumentum értelmében az uniós tagállamok kötelesek lesznek elismerni a más uniós ország által megállapított szülői jogállást, függetlenül attól, hogy a gyermek hogyan fogant, született vagy milyen családban él. Schaller Baross Ernő, a Fidesz EP képviselője hozzászólásában ideológiai és politikai túlkapásnak nevezte a vitatárgyát. Véleménye szerint a tervezet számos tagállami, így a magyar alaptörvénnyel is ellentétes. Kijelentette, hogy a Fidesz EP delegációja nem szavazza meg a javaslatot. Én nem is húzom az időt. Vélemények? Ez rohadt fontos. Tehát az, hogy egy villanyboiler meg egy komodói varánusznak az egyesülése nevezhető legyen családnak, az rohadt fontos. Az, hogy közben egyébként az Európai Unió gazdasága belerokkan abba, amit Brüsszelbe csinálnak, azt meg kit érdekel. Ennyi az egész. Nem, sajnos ebben nem értünk egyet, ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, ugyanis itt dől el az, hogy ez a lopakodó emberi jogoknak álcázott átértelmezése az ember fogalmának, és ebből fakadon az emberi jogok fogalmának, ez meddig mehet el, ami a társadalom alapvető dekonstruálására törekszik, arra, hogy mindent anarhiába dekonstruáljon, ami a hagyományos értékrendnek megfelel, Isten, a haza, a család, a hit, a tradíció, ezt lebontsa, hogy utána helyette jó bolsevik tempóval építsen valami újat, ez múlik ezeken a döntéseken. És ezt egyébként az Emberi Jogok Európai Bíróságának a döntési gyakorlatának az evolúciója, az gyönyörű szépen meg is mutatja az elmúlt évtizedekben. Bocsánat, egy mondatot csak annyit javítom, hogy valóban az a botrányos, hogy egyáltalán erről ma lehet beszélni, tehát hogy a családot át fogalmazni. Nekem még az jutott eszembe, hogy egyébként ezt megint úgy intézték, mint a migráns kvótát, jön egy rossz ötlet, kidobjuk az ablakon, visszahozzák az ajtón, vagy fordítva. Lopakodó ideologizálás. Tehát valami olyasmi, ami nem feladata, nem dolga, nem is erre jön létre. Szervezet, az Európai Unió, az megpróbál ideológiákat rákényszeríteni a tagjaira, és ezzel semmi dolga nincsen, ezzel semmi feladata nincsen, semmi jogosultsága sincsen hozzá egyébként, szembe megy mindazzal, amit arról gondolunk, hogy a demokratikus országok azok hogyan képzelik el, vagy hogyan kell, hogy működtessék a saját társadalmukat, és mit, hogyan kell, hogy az emberek véleményét figyelembe vegyék. Nem, ők hozzák be lopakodó módon mindazt, amit ők szeretnének elérni. De közben meg persze az is igaz, hogy miközben egyébként ezen az európai csúcson most háború, költségvetés, összeomló Európai Uniós gazdálkodás, hiány az Európai Unió közben tényleg, szóval... Na, hát szóval... Mert ez a fontos. Hölgyem, uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Ez volt erre a hétre a Vezércikk. Nézőinknek köszönöm egész heti figyelmüket. Hétfőn újra várjuk Önöket. Fritz Tamással, ifjabb Lomnici Zoltánnal és Kacsó Dániellel majd itt a stúdióban. Ha lemaradtak adásainkról, bármelyiket visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét és kellemes hétvégét mindenkinek.